Ezt is tudom, hogy miért. Szépen átsétálunk. Trappoltak egy 100 métert, és galocsasz. Itt megint föltartatok, előtte áttrappolunk még egy galocsasz. Nyugodjanak. Jó. Szeresd őt. Fogd vissza egy kicsikét. Molika. Milyen? Jó. Csak nyugodtan. Sokat nem fogunk menni. Nagyon egy helybe elkezdesz ügetni, aztán galo. Tehát trotting épp, hogy egy kicsit, de egy helybe. A galocsasz is egy helybe. Ne engedd, hogy elguruljon, Orhid, szólj neki. Oké, galo. Egy helybe. Játszok a szájával. Jó. Jó. Hát, kis angora ment tegnap. Hát, lehet, hogy többet egy picit, mint kellett volna talán. Hát talán nem, nem tudom. Érzése, azt mondom, hogy igen. Jó, korrigálhatni lehet még dolgokat. Tehát nem galoppokat, mert meg nem tudom miket. Csak picit többet, mint ugye először volt itt. Megmondom, hogy a mazociszlusos tréningbe hiszek, csak nem tudom, hogy mi az. Na. De jó, kis hülyeséget mondom, de tudom, hogy miről beszélek. Úgy kicsim, soha ne állj meg! Lépés! Olyan jó fejek. Hát arra a mazociklus tréning az, hogy nem az, hogy egyben lemegyek 1800 métert, hanem lemegyek 3000 métert is elosztva. Ráteszek, lassan kezdek, még egyet, még egyet, még egyet, minden finoman. Kicsikém, itt trappolni kell! Na azért. Trap, trotting! Jó, nagyon jó! Trappolj tovább! Csak ne gurulj el soha! Nyugodjanak! Jó, innen mehetsz, galo. Megint. Galo! Kimondom, hogy galo, bazd meg, és ugranak be, hallod. De mondjuk ő nem, de most már beugrott. Jó. Nagyon jó. Ugyanez, kapu előtt megállunk, trap. És még egy, és finitol a komedi. De jó fejlomáink vannak, azt a kurva életbe. Tündérjék. Hírnak, olvasnak, hallod. Akár mit csinálunk, és tudják a dolgokat. Jó, most volt az Egerton, kicsit keményen meg az a megpurszi, de összességében írnak, olvasnak. Hál' Isten. Most nem a fényezés, meg a duma, tényleg elő vannak készítve. Tehát én soha, ugye mondták a fiúk, hogy lejöttek a dvorniki lovak, ugye este 7-kor megérkeztek, hamikáztak, ugye azt se tudták, merre vannak arca, és kihozzuk a padikból őket, és rakjunk nyerget. Dehogy is, kirakom a karámba, kiugrálják, utána rakunk nyerget. Angara most már másodszor ment ott ki. Jó, ilyenkor mit csinálok? Nem kentrézünk, hanem itt szépen megállnak trappot, egy más felett körbe trappolunk, és a diagonálból jövünk haza. Ennyi. Ez a lényeg a kentrének. Ja, ott valamit ott kinézett magának, és akkor meg is próbálta egyszer, és megpróbálta most másodszorra is. Nagyon jó. Anyus! Trappolunk másfél kört! Tehát még egyet, ott megállunk, és jövünk haza. Kentre vége. Tudom, hogy miért. Angarára figyelj ott. Jó, szép lassan, ne guruljatok el, szép kénye, hogy lazuljanak, tudod? Jó, nagyon jó. Játsz a szájukkal mindegyiknek.